Köszöntöm Önöket a Megye Határ című vidékjáró műsorunkban, az elmúlt napok fontosabb híreiből tallózunk. A mostani adás első képes beszámolója Heves városából érkezett. Minden országban ugyanaz a trend, egyre nagyobb az igény az energiaspórolásra és a természetben fellelhető erőforrások kiaknázására, összegezték a hevesi szakmai megbeszélésen, mely a visegrádi országok számára kiírt pályázathoz kapcsolódott. Az energetikai konferencián a házigazda város is bemutatta fejlesztéseit, s azt, hogy már jelentős lépéseket tett az ügy érdekében. Spórolás terén magasan a legjobbak a szolárpanelek, ez kétségtelen. Ebben a melegben jól jönnek a napelemek a művelődési ház tetején. Heves új vezetése az első intézkedések között igyekezett növelni a megújuló energia arányát a város üzemeltetés terén. Legelőször a napelemes pályázatokkal indultunk, ott ugye három intézményünkre került, a polgármesteri hivatalra, a legnagyobb óvodánkra, az Arany János úti óvodára, illetve itt, ahol most is itt állunk, a művelődési ház tetejére három különböző visszatápláló órával működő rendszer. Ez egy mintegy 50 millió forintos beruházás jelent. Novemberben derül ki az év első megtakarításának mértéke, amelyet Schweitzer Sándor előzetesen 60%-osra becsül. És nem csak napelemek vannak, hiszen két iskola, két óvoda és a polgármesteri hivatal lett modernebb szigeteléssel és nyílászáró cserével. A városháza esetében 70%-kal kevesebb a fűtésköltség. Hevesen terveznek még napelemeket a sportcsarnokhoz és a geotermikus energia kihasználását is. Az utóbbi természetes, földből jövő energia, Szabó Zsolt klímapolitikai államtitkár szerint épp az ilyen energiát kell újra felfedezni. Energetika az mindig arról szólt, hogy amit őseinktől tanulunk, az a leghatékonyabb. Ugye a legdrágább energia az, amit kiengedünk a szabad térre. Az őseink azért tudtak olyan falakat építeni, olyan házakat, ami az energiát megfogta. A másik dolog pedig ugye a meleget, a fűtést, az nem a legdrágább, mondjuk szénalapú energiahordozókkal, fosszilis energiával oldották meg, hanem például fával, vagy amit otthon találtak. És én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb racionálisan gazdálkodni olyan energiával, amit már régóta csinálunk, amit jól ismerünk, és ami megújul és a legolcsóbb áron elérhető. Köztudomású, hogy a gázára az nem megfogható, a világpiac szabályozza, néha hihetetlen magas, néha alacsonyabb, de összességében egy gázzal való tüzelés, gázfűtés, amit nálunk ugye a 80-as, 90-es években nagyon elterjesztettek, az mindenképpen drágább, mint mondjuk egy fatüzelés, fafűtés, vagy akár egy geotermiális, vagy egy napelemes fűtés. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen sokkal könnyebb tovább lépni azon a területen, ahol eleve megújuló energia, vagy éppen eleve régi, klasszikus, hagyományos fűtésmódok vannak. Ugye arról is említést tett, hogy 2018-tól az uniós irányelvek szerint már csak passzív házakat lehet építeni. Az első látásra, vagy első hallásra drágábbnak tűnik, de valóban drágább, vagy hogyha azt nézzük, hogy mit spórolnak meg az energiák, akkor majd az emberek, akkor olcsóbb. Nem. Tehát mindenképpen a megtérülés az biztosított. Bármelyik energiaforrás nézzük, hogyha egy fűtési rendszert korszerűsítünk, takarékossá teszünk, vagy egy szigetelést megoldunk, akkor 30-60% energia megtakarítást érünk el. Hogyha nézzük, akkor a ház élettartamának csak egy töredéke elég ahhoz, hogy ez meg is térüljön, tehát ez rendben legyen. Na most az, hogy passzív házat engednek, az azt jelenti, hogy már az építéskor nekem tudatosan, energiatudatosan kell a házat felépíteni. Ne felejtsük el, hogy a 60-as években rengeteg olyan családi ház, olyan közintézmény épület épült, ahol nem számított, hogy mondjuk mi az energetikával a helyzet. Ugye egy vasbetonváz közé ilyen vékony falazó elemeket fölhúztak, éppen ahogy bepucolták, vasablakok, vékony ablakok, amelyek ráadásul vetemettek is, tehát óriási gondok voltak. Nos, ez egy nagyon drága technológia, akár egy 5-10 év alatt a teljes beruházás, amivel kerülne egy átállás, annak a teljes árát el tudjuk így költeni energiára. És mint a konferencián elhangzott, ilyen természetes energiával éli mindennapjait ma is Heves erdélyi testvértelepülése, Gyergyó Csoma falva, mivel ők történelmi és gazdasági okok miatt egyáltalán nem állhattak át a szénre vagy a gázfűtésre, és ezért nem is kell onnan most jelentős források bevonásával visszaállniuk a fára. A helyzet az Csomafalván, hogy Erdélyben végül is a mi közösségünkben, hogy
nincsen sem gáz a faluban, és sem szénnel nem tüzelünk, úgyhogy mindig a fára voltunk, a fa tüzelésre voltunk hagyatkozva. Azt is jó tudni, hogy Erdély leghidegebb környékén élünk, és azt is jó tudni, hogy a fa az mindig kisegített, akár az építkezésben is. Ugye jó tudni, a faházak azok nagyon jó hőmegőrző státusuk van, és most újabbul, ugye nem olyan rég, most felhasználódnak a fa melléktermékei is, úgymond a fa hulladékai. Fűrészportól elkezdve nálunk, nem tudom, a faszélet, a cándrának hívják, azt önleménynek használjuk föl, akár pelet készül belőle, vagy briket. Úgyhogy például a Gyerücsvali Tanács is 7 nagy közintézményt fűt, és egy olyan kazán került be, hogy őlemény és fűrészporral fűtődik a 7 intézmény. Ezeket a jól megőrzött praktikákat egyébként érdemes lett volna elhagyni? Tehát, hogyha mondjuk 30 évvel ezelőtt önök is rálépnek a gáz és a tipikus energiafelhasználások az akkori trendekre, akkor nehéz lett volna onnan visszajönni most? Szerintem igen is, meg nem is, mert ugye jó tudni, a gáznak hogy az ára az drágább is, mint a kárafa, de én azért nagy szerencsének mondanám, hogy nem jött el hozzánk sem a gáz és sem a szén, úgymond. Nem tudott betörni a piacra. És akkor így kötelező módon meg kellett ugye őrizzük a hagyományos fűtési módszereinket. A lengyelországi Sulejovból delegált szakértő arról tett említést, ők a biomassa felhasználásra, elsősorban a szalmára koncentrálnak. Az olasz Fagánya is szeretne iskolát, orvosi rendelőt ellátni megújuló energiával. Tornája részéről a térségben munkálkodó osztrák energiaszolgáltató működésébe láthattunk bele. A zárszót Szabó Zsolt klímapolitikáért felelős államtitkár mondta, a megújuló energia terén a kormánya a napelemparkokat és a geotermiát részesíti előnyben. Következő beszámolónk Boldog településén készült, ahol az új kenyeret és a frissen termett paprikát együtt ünnepelték nemrég a helybeliek és persze a népes vendégsereg. Az államalapítás ünnepén tartott közös hagyományőrzés alkalmával a 60 online stábja azt is megtudhatta, milyen finomságok készülnek a paprikából, és ki miért szereti a Paprika Fesztivált. Öt évvel ezelőtt találtuk ki azt, hogy mivel Boldogon nincsen szőlő, és ugye legtöbb helyen szüreti mulatságot tartanak, akkor mi csinálunk paprika fesztivált. Ilyenkor augusztusban, amikor a fehér paprika termesztésnél már egy kis pihenő van, az őrölt paprika még nem indul be igazából, és akkor egy kicsit ilyenkor ünneplünk. Emelte ki Kepesné Tóth Katalin. A rendezvény főszervezője hozzátette, augusztus 20-án a paprika termesztés ünnepén a községben változatos programokkal, mi több egy aratási bemutatóval is készültek az összetartozás jegyében. A fesztivál megnyitóján a település polgármestere Lackó Roland elmondta, Szent István király napja egy olyan biztos történelmi és szellemi kulturális alap, ahová lélekben mindig vissza kell térnünk. A mai nap nem csak Szent István királyé, hanem az új kenyér is. Mi itt Boldogon nem csak a gabonáért, hanem a nekünk legszámottevőbb zöldségekért, különösképpen a paprikáért mondunk hálát. A népi szokásokra épülő műsor a település szívében vidám hangulatú közös főzésekkel egészült ki, ahol a bográcsokban gőzölgő étkek kihagyhatatlan alapanyaga a csípős vagy édes fűszer volt. A tűzön többek között halászlé, gulyás és marhahúsból készülő babgulyás is rotyogott. A bab is Boldogon termett, a marha is Boldogon nevelkedett, és még boldogi paprika is van benne. És hogy hogyan készül a hamisítatlan boldogi gulyás? Bőhagymával meghintani az alját, szalonnazsíron megpirítva, aztán egy kis vagdalt, kockára vagdalt hússal megpirítani, mint a pörkölt alap. Bőven paprikával megszórva, fűszerezve, vízzel felöntve, zöldséggel és krumplival, burgonyával, egy kis borral ízesítve. A boldogi fűszerpaprika készítésének folyamata régi hagyományokra tekint vissza, amely generációról generációra száll a boldogiak között. Mindig kijönnek a paprika fesztiválra? Hát általában mindig, minden évben, mikor megrendezik itt Boldogon, akkor
mint boldoginak, meg mint paprika termelőnek, hát nyilvánvaló, hogy itt kell lenni. Hát meg azért az előadásokat, a kicsiket megnézni, ifjúságot. Látványos. Mióta termel Feri bácsi paprikát? Hát mióta összekerültünk a nejemmel, úgyhogy 1977 óta. Mindig újabb kihívások jönnek, mivel hogy fejlődünk, újabb paprikafajták, hát a bérül nem is beszélve a kártevőkről, és hát titka az, hát az, hogy oda kell tenni apai tanyait nap. Nem csak azonban a piros fűszer, de a nagy rózsa is helybéli különlegesség, amivel már több országos fesztiválon is találkozhatott a közönség. Készítésének titka generációról generációra öröklődik. Oda kell figyelni nála, tehát az olajnak forrónak kell lenni, vasnak forrónak kell lenni, meg igazából a technika az, amitől olyan lesz, amilyen. Kézműves termékek, helyi portékák vására, kóstoló, a színpadon pedig egymást váltották a kulturális bemutatók. A vigasságon az is érezhető volt, hogy a népi hagyományokat nem csak az idősebbek, de a fiatalok is őrzik. A táncos előadások a fiatalok és a nagyobbak életének a részét képezik, így a boldogi hagyományőrzést már el sem tudnánk képzelni nélkülük. Régebben hétköznap a munka kezdete is okot adott az örömre, a közös énekre, és nem kellett ahhoz ünnepnapnak lenni, énekelte meg dalában a boldogi Beátusz kórus. Ahogy fogyott az étel és pörgött fel a tánc, úgy fokozódott vele együtt a hangulat is, élő zene kísérete mellett. A helyi akrobatikus rock'n'rollos lányok már több éve állandó fellépőként csatlakoznak a Paprika Fesztiválhoz, az idei évben sem volt ez másképp. Lehet, hogy ők egy új hagyomány megteremtői. A zene és a tánc mellett természetesen a munkának is megvolt az ideje hajdanán. Az arató bemutatón a folytonosságot, a megmaradást jelképező búzáról és annak learatásáról emlékeztek meg. A jelentkező népes sereg énekszóval a helyi rezesbanda kíséretében a tájház udvarára indult. Itt gyűltek össze a helybéli fiatalok és az idősebbek a gabona betakarítására. Ezt követően a népes csapat megindult a boldog szívében lévő aratás helyszínére. A résztvevők végig énekelve a kézben arató szerszámokkal a helyi rezesbanda kíséretében vonultak át a templom elé, hogy áldást kérjenek munkájukra. Az atya pedig megáldotta őket és az arató szerszámokat. Kérünk, áld meg ezeket az eszközöket, a kaszákat és a sarlókat, a kaszásokat és az aratólányokat, a marokszedőket, hogy akik ezekkel az eszközökkel dolgoznak, a te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék, munkájuk gyümölcsét szándékot szerint élvezzék, és elnyerjék az örök életet Krisztus, a mi Urunk által. A résztvevők vidám hangulatban tánccal készültek fel a búza betakarítására, miközben az idősebb hagyományőrzők énekszóval bátorították őket. A férfiak fizikai munkával, kaszával aratták a búzát,
A learatott búzát az asszonyok összegyűjtötték és kévébe kötötték, amit pedig a férfiak villával a lovaskocsira halmoztak. A nők a búza szemeiből eltettek, hogy a következő vetéskor hozzákeverjék a vetőmaghoz, hogy biztosítsák a következő évi bőséges termést. A gabona magja bármikor képes életre kelni, a belőle készített kenyér az életet, a megélhetést jelentette. Ezért az aratásnak a napját is gondosan megválasztották, újholtkor nem kezdtek hozzá. A munka végeztével mindenki örömére visszatértek a gazdához. Köszönöm cselédim a fáradtságtokat, az Isten fizesse meg a ti munkátokat. Köszönöm a szép ajándéktokat, ígérem, hogy megőrzöm a szép koszorútokat. De hogy ez a szép köszöntéstek ne essen hiába, több csillanjuk jó volt abban a pohárban. Aztán énekeljünk el egy víktust, egy szómondás, ami dicsérjük a Jézus. A bor mellett a boldogi rezes banda koronázta meg a napot. Hát szóljon az arató mulatság, húzz rá a banda! A búzából végül elkészítették az új kenyeret, amire Isten áldásáért Baffi István atya elébe siettek. Az Úr legyen veletek! Köszönöm figyelmüket, a megye határ végére értünk, következő műsorszámunkban is várjuk Önöket, érdekességekkel és hírekkel a megyéből, ahol élünk. Kövessék figyelemben a 60 online adásait a tévében és az interneten. Viszontlátásra!